Rómából az 50-es évek Budapestjére helyezte át Puccini Toszkájának történetét Ókovács Szilveszter. Egy kis hangulatjelentés következik az Operaház előadásából, aztán beszélgetünk is róla. Hogy én mennyire imádom ezt a zenét. Vendégünk Falusi Márton, irodalomtörténész, kritikus, jó estét, szervusz, nem bírtam megállni. És én most pont ezért elveszem tőled a szót, mert imádom, ha operáról beszélgetünk, és imádom, ha szívűvel beszélgetünk operáról, mert ha valaki érti az opera nyelvét, ért az operához, és konzervatív módon tekint rajongással az operára, akkor a Szilvi. És azért ez a mai darab, amiről most itt beszélgetünk, azzal a történelmi kontextusból való kiragadással, hát minden csak nem a konzervatív opera kedvelőknek a típus példája. Igen, az opera egy konzervatív műfaj, szokták mondani, de ez talán csak közhiedelem, hiszen azért a mai rendezések, és ez már sok-sok évtizedre nyúlik vissza, rendre föl szokták bolygatni a hagyományos opera játszást. Ugye én emlékszem, mikor kisgyerek koromban elkezdtem járni az operába, akkor itt nálunk még az volt a szokás, ez persze viszonylag régen volt, hogy kiállt a színpadra az énekes, elénekelte az áriát, elénekelte, amit kell, majd lelépett. Tehát nem volt még a rendezésen a színjátszás olyan nagy hangsúly, mint ma, ami már teljesen elvárt, és azt hiszem, hogy ezt az új elvárás csúcsra járatta Ókovács Szilveszter rendezése. Is ez az nyilván most az egy dolog, hogy a díszletek megváltoznak, és Rómából Budapestre és egy másik korszakba tevődik át a színtér. Na de ehhez a dramaturgián is nyilván változtatni kellett. Mit változtattak rajta? Igen, a legfontosabb, csak hogy tényleg a nézők képbe kerüljenek, legalább három cselekmény szintje van az előadásnak. Ugye egyfelől maga az operaház, ez egy ilyen autoreflexív megközelítés is, hiszen az opera is az 50-es években a párt eseményeknek, rendezvényeknek a helyszíne volt, erre is utal az előadás, ugye úgy kezdődik az első felvonás, hogy egy korabeli filmhíradó bejátszás van, és minthogyha tényleg mi az 50-es évek operaházában ülnénk. Másfelől ugye, mivel előadják magát az eredeti darabot, ezért az 1800-as évek Rómája, harmadrészt pedig az 1950-es évek Budapestje is. Ugye azok a római helyszínek, mint például ugye a Farnese palota, vagy az Angyalvár, vagy ugye az elején ugye az Attavanti kápolna, az összejátszik, vagy egymásba játszik a Regnum Marianum templommal, az Andrássy út 60-nal, azzal a tankkal, amit a bejátszóban is láthattak a nézők. És ugye, amikor Angelotti színre lép az első felvonásban, akkor ő tulajdonképpen az 50-es évek politikai foglyaként rabosítva lép színre. És olyan szempontból is áll ez a rabosítás, hogy mondjuk úgy, hogy a figurák inkább a történelem bábjaivá válnak, semmint ugye az eredeti Puccini operában a szerelmi szenvedések főszereplőivé? Igen, az én értelmezésemben itt a hangsúly egyértelműen a történelemre, a történelem ábrázolásra, a múlt reprezentációra helyeződik, tehát nem annyira a személyközi konfliktusokra, a kapcsolatrendszerre, persze a zene alapvetően mégiscsak erről szól, tehát ez megmarad, viszont az a történelmi kérdés, hogy a hatalom, az uralom, az uralkodás, a diktatúra, az hogyan torzítja el az emberi kapcsolatokat, az emberi jellemet, ez kerül előtérbe. Ugye azt lehet mondani, hogyha csak úgy általában előadták volna klasszikus díszletekkel, kellékekkel, jelmezekben, akkor persze ugyanúgy asszociálhat a néző arra, hogy hát ez az 1800-as években játszódott, de a 20. század totalitárius diktatúráira is hasonlóképpen igaz mindaz a jellem és személyiség rajz, ami ott megképződik. Ugyanakkor ez több rétegűvé,
teszi az egész cselekményt, hogy az 50-es évek Magyarországa, ugye vetítések is vannak, érdemes azt kiemelni, ugye Lisztopád Krisztina, akinek köszönhető a vizuális megjelenítés az előadásnak, és korabeli fényképek, fotók kicsit eltorzítva, kicsit képzőművészeti kollás technikával eltorzítva, azok a fényképek is megjelennek, ugye azok a helyszínek megjelennek, ugye az a tank, ahol ugye mi egyrészt forog az ágyúcső, és hát ugye a mostani háborús események alapján azért nyilván minden néző egy picit összerezzen, mikor rá szegeződik az ágyúcső, és akkor hirtelen egy kínzó kamra is megjelenik a tank belsejében, tehát ilyen játékos is. Márton, finoman kerülgetjük azt, hogy Rómától eljutottunk ugye az Andrássy útra, de ez egy érdekes kérdés, hogy, és nagyon kíváncsi vagyok a színikritikusnak a véleményére, hogy ez egy bátor vállalkozás volt, vagy sikeres vállalkozás volt, hogy ebből a történelmi, római kori történelmi kontextusból ezt kimetszették és átültették az 50-es évek Magyarországára? Én mindenképpen merésznek nevezném, és én szeretem azt, amikor merész egy rendező, és nyilván a Toszkának már annyiféle rendezésével találkozhattunk, hogy a merész megközelítés az talán elvárható is. Az, hogy ki hogyan rezonál rá, az biztos, hogy a külföldi nézők nem biztos, hogy könnyen tudják kontextualizálni ezt. A magyar nézőkben biztos, hogy újabb asszociációkat tud kelteni ez a fajta rendezés. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes információkat mondtál, ami alapján még érdemes lesz megnézni, még egy előadás van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük.